A címszavak után pedig jöjjenek a részletek. Megérkeztek Miskolcra a kőképviseleti és az átjelentkezéses szavazólapok. Az 1-es és a 129-es szavazókörök bizottságának feladata volt, hogy megszámolják azokat. Ezekben a szavazókörökben a Miskolcon április 3-án leadott szavazatokat is hozzáadják. Budapestről most választókerületenként 2000 szavazólap érkezett, így a választás eredménye matematikai alapon a 2-es választókerületben változhat. Hitelesítő matricák eltávolítva. Az ajtó mögött 4 napja érintetlenül állnak az urnák, bennük az 1-es és a 129-es szavazókörök lapjai, amiket még nem számoltak meg. Az urnákkal és a mozgó urnákkal együtt szálltak liftbe a szavazatszámlálók, akik a közgyűlési terembe vitték azokat. Ezeket a dobozokat pedig már egyenesen Budapestről hozták, választókerületek szerint különbontva. Az 1-es és 129-es bizottságnak ugyanis április 3-án még nem ért véget a munka. Itt a két kijelölt szavazatszámláló bizottság, az 1-es és a 129-es számú, az, akik megszámolják a külképviselet és az átjelentkezett szavazólapokat, mellé természetesen a saját szavazókörüknek a szavazólapjait. Akkor még egyszer kezdjük. Többször is átszámolták a bizottsági tagok a szavazólapokat, hogy biztosan stimmeljenek a számok. Ebben a teremben a 2-es választókerület voksait számolták meg. Azt a több mint 2000 szavazatot, amiket az ország más részein élő miskolciak, illetve a külképviseleteken adtak le Washingtontól Tokióig. Újabb adag szavazólap landol az asztalon, itt már az 1-es szavazókör bizottsága dolgozott. Több mint 400 Miskolcon leadott szavazathoz itt is több mint 2000 külképviseleti és átjelentkezéses szavazólap csatlakozott. A szavazatszámláló bizottságok ugye megszámlálják a saját szavazókörüknek, illetve az átjelentkezőknek és a külképviseleteknek az összes szavazatait, és ezt követően pedig az Országgyűlés Egyéni Választókerületi Választási Bizottság lesz az, aki megállapítja majd a választásnak a végeredményét, és hát nyilván remélhetőleg ez jogerős is lesz. Végeredmény este 7-8 óra körül várható. Ignác Dávid jegyző szerint a 2-es választókerületben van matematikailag esély arra, hogy fordulhat az eredmény. A két jelölt között ugyanis körülbelül 1000 szavazat a különbség.